virág, amit kezemben tartok, a krizantén. Közeli rokonai a Chrysanthemum vulgare, vagy a varádicsok, vagy például a margit virágok, a réti margit virágra is gondolok, melyekkel lépten nyomon találkozhatunk, hogyha erdőt, mezőt járjuk. Mindannyian a fészkes virágzatúak családjába tartoznak, és van egy kis unokatestvérük, a Bellis perennis ismertebb nevén vad százszor szép, melyet mindnyájan ismerünk, és csak azért nem hoztam el, mert jelenleg hóborít mindent, és nem tudtam kiásni. Túl azon, hogy elcsodálkozom azon az életerőn, amivel ez a pici virág rendelkezik, aminek következtében karácsonykor is és januárban is virágozni tud, pedig hát ilyenkor rovarokra alig, ha számíthat. Túl azon, hogy gyönyörködöm a szépségében, illetve tudok arról, hogy a szerelemtől a halálig az emberi élet minden fontosabb állomásánál ott lehet kísérőként. Nekem zeneszerzőnek még ez a növény mást is mond. Például azt, hogy zenét lehetne belőle csinálni. Ezt tehetném úgy is, hogy egyszerre ránézek a virágra, és az első zenei gondolat, ami eszembe jut, ez lesz az ő zenéje. Én ennél egy kicsit bonyolultabban csinálom. Az igaz, hogy ránézek, de először is megfigyelem bizonyos tulajdonságait, például a színét. A szirmai fehérek. Igaz, hogy a botanika fogalomrendszerével élve ezek nem szirmok, hanem úgynevezett nyelves virágok. Ugyanis a fészkes virágzatúakra jellemző, hogy amit mi virágnak hívunk, a számtalan virágból álló virágzat. Kívül vannak a nyelves virágok, belül a csöves virágok, és ezek mind egy fészekben nyugszanak, ezért hívják őket fészkeseknek. Itt azt látom, hogy a nyelves virágok fehérek, és tudom azt, hogy a szivárvány 7 színe hozzárendelhető a 7 fokú hangsor 1-es hangjaihoz. Azt is tudom, hogy a fehér hangja a C, ezt már csak a Mozart C-dur Jupiter szimfóniája alapján is sejthetjük. Csöves virágai zöldek, illetve sárgás zöldek, a százszor szépnek egyértelműen sárgák, illetve a százszor szép nyelves virágai rózsaszínbe is átmennek időnként. Így már 4 színen van, tehát 4 hangom. Alaphangom a fehér hangja a C. A sárga szín hangja az E. A zöld a G. A rózsaszín a H. Már 4 hangom van, de mivel hogy a legfontosabb tulajdonsága ennek a virágnak mégiscsak a fehérség, ezért egy C-re alapozott hangsorból fogom a zenei anyagot kirakni. Egyik kedvelt 7-fokú hangsorom így hangzik. Ráadásul benne van ebben az a 4 hang, ami a virág 4 színéből következik. Ezek után megpróbálhatom megszámolni a nyelves virágokat, bár nincs könnyű dolgom, mert nagyon sok van belőle. Ha botanika könyveket előveszünk, akkor 25-30 körül vannak ezek a nyelves virágok. Tehát egy sokhangú motivumot fogok kirakni, apró növényről van szó, valószínűleg gyors lesz a tempó, és mivel középpontosan szimmetrikus kör alakul a virág, valahogy vissza kéne érjek a kiinduló pontba, valahogy így. Például, de így is lehet. Mivel hogy más színeim is vannak, és a fészkes virágzatúakra mindenképp jellemző ez a kettősség, hogy kétféle virág van bennünk, a nyelves és csöves virágok. Valami fajta kétszólamúságot is megteremthetek, például a hangsoromat fölépítem az ére, a sárga szín hangjára is. Kettő együtt így hangzik. Ebből aztán már számtalan zenei gondolat kijöhet. Zenei gondolatból már darabot lehet csinálni, de ahhoz, hogy darabot csináljak, figyelembe vehetek még más tulajdonságokat is, például a növény arányát, arányait, az elágazásokat, a szakaszok hosszát, a levelek alakjait, és még nagyon sok mindent, rengeteg lehetőség áll a rendelkezésemre. Február 21-én este 6 órától itt a BMC könyvtárban erről fogok mesélni, nevezetesen arról, hogy hogyan készítek virágokból zenét. És mivel egy februárban a virágok nagy részét nem fogom tudni elhozni, hiszen ilyenkor nem nyílnak, de képen megmutatom őket, és természetesen felhangzanak majd azok a zeneművek is, melyek virágok alapján készültek. Tehát aki eljön, nem csak látni fogja a virágokat, hanem hallani is.